Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban díjnyertes sajtkészítővel stábunk annak járt utána, valóban boldogok-e a sajtkészítők. Lepésbe a nemzetközi elismerést nyert kétféle sajtjával a 23. Gyoma Endrődi Nemzetközi Sajt és Túró Fesztiválon. Ezt követően megmutatjuk, milyen fontos útfelújítás zajlik lakiteleken. Tartsanak velünk! Két termékével is eredményes lett a kecskeméti lepkesajt manufaktúra a 23. Gyoma Endrődi Nemzetközi Sajt és Túró Fesztiválon. A kecskeméti rúzs arany, a parenica pedig ezüst minősítést kapott. Lepés Beával beszélgettünk arról, milyen utat kell bejárni a sikerhez, és valóban boldogok-e a sajtkészítők. Április végén rendezték meg a 13. Gyoma Endrődi Nemzetközi Sajt és Túró Fesztivált. Gazdák, sajtmesterek, családi gazdaságok érkeztek, még a határon túlról is. Egyrészt azért, hogy bemutatkozzanak, másrészt, hogy megmérettessenek. A verseny pedig kecskeméti sikert is hozott, egy kétszemélyes minifaktúrájét, mely egy álomból vált valósággá. Az alapok úgy kezdődtek, hogy mi Budapestről költöztünk el tanyára. Ez nem egy álom volt, hanem kényszer. És a tanyán, amikor már én minden feladatomat elvégeztem, akkor azt gondoltam, hogy én sajtot fogok készíteni, aminek a család először nem gondolta, hogy ez jó lesz, hogy ez tényleg így lesz, nem hittek benne, de elég gyorsan be tudtam bizonyítani, és így először csak magunknak, barátoknak, rokonoknak, és ebből alakult ki az, hogy muszáj lesz egy sajtműhelyt készítenünk, és megkértem az engedélyt rá, és onnan elkezdődött az, hogy árusítottunk is itt Kecskeméten a fesztiválokon. A házilag készített kellékeket felváltották a professzionális eszközök, a tanulási és tapasztalási folyamatok, akár a sajtok egyre jobban beértek. A tanyáról beköltöztek Kecskemétre, és ma már férjével ketten fejlesztenek, terveznek és alkotnak. Termékeik, melyeket kizárólag a kecskeméti nagypiacon árusítanak, biztosítják a négytagú család megélhetését. Sokféle van, és mindegyikből egy kicsi, de szinte az összes érlelt sajt, ami nem érlelt sajt, az pedig a gyúrt sajtok, amik füstölésre mennek. Ezeket minden héten el kell készítenünk, mert a piacon nagyon-nagyon szeretik őket. Az érlelt sajtokat természetesen előre kell elkészíteni, mert azért az 3 hónapokat legalább ki kell várni, hogy megvágjunk egy sajtot. Mindennapjaikat kitölti a sajtkészítés, míg Tibor a férj megérkezik az alapanyagokkal, Bea elindítja a gyerekeket az iskolába, előkészíti a műhelyben az eszközöket, hogy aztán kisajtolják a napból, amit csak lehet. Általában dél körül a sajt a formában van, de ezt utána van egy forgatási rend, amit 20 percenként, utána óránként, 2 óra, 4 óra, 8 óra, ezt mindig fordítani kell, úgyhogy a sajt is olyan, mint egy kisgyerek, folyamatosan figyelni kell őt. Érdekes dolog motiválta a lepkesajt első versenyét. Bea sokáig képtelen volt kék sajtot készíteni, de nem adta fel. Amikor pedig először sikerült, annyira finom lett, hogy aki kóstolta, mind dicsérte. Elvitte hát versenyre, ahol azonnal bronzérmet nyert vele. A következő versenyről pedig már 2 ezüsttel tért haza, legutóbb pedig beért az arany is. A kecskeméti rúzs kategóriában megkapta a legjobb minősítést. Arany minősítést kapott ezen a Gyoma Endrődi sajtversenyen. Tavaly összerendezték meg, mert a Covid miatt nem tavasszal még nem tudták, úgyhogy akkor el volt tolva őszre, akkor ezüst minősítést kapott, és gondoltam, hogy elviszem még egyszer, és most hát én nagyon-nagyon örültem neki. De ez a kecskeméti rúzs, ez egy rúzsbaktériummal is érő, saját recept alapján készülő sajtunk, amit hát elég sok időbe tellett, hogy olyanná fejlesszük, amilyen nekünk tetszik, vagy a mi ízlésünknek megfelel. Miután mindent megtudtunk a kecskeméti sajtmanufaktúráról és végigkóstoltuk a kínálatot, már csak egy kérdésünk maradt.
Valóban boldogok a sajtkészítők? A sajtkészítők boldogok. Én nagyon-nagyon szeretem. Én nagyon örülök annak, hogy megtaláltam az utamat. Én megtaláltam azt, amit szeretek csinálni, és minden nap ezzel kell foglalkoznom. És a versenyek mellett nagyon megtisztelő egy ilyen díj, de a legnagyobb öröm és a legnagyobb visszaigazolás az az, hogy a vásárlóink mindig ott vannak, és mindig visszajönnek. Úgyhogy igen, boldogok a sajtkészítők. Régi álma válik valóra a lakitelekieknek, ugyanis megkezdődött a község nagy útfelújítása. Az április végén indult beruházás 4 utcát érint, mindegyik fontos útvonal a településen élők számára. A felújítással több mint 5 kilométernyi út kap új burkolatot. Már vadonatúj út várja a lakitelekieket a Béke utcában. A községben április végén kezdődött el a település történetének legnagyobb útfelújítása. A beruházás további részében a Széchenyi körút 2 kilométeren, az Árpád utca 1 kilométeren, a Május 1 utca pedig több mint 700 méteren kap új burkolatot. Lakitelek olyan lehetőséget kapott, hogy egy régóta várt fejlesztést tud megvalósítani, realizálni. Több mint 5 kilométer útszakaszt tudunk felújítani. Erre kaptunk lehetőséget a Belügyminisztérium támogatásával a múlt év végén. Egy sikeres közbeszerzési eljárás alapján a Dunaszfalt út és mélyépítő ZRT nyerte el a megvalósítást. Az első szakasz a Béke utca, amivel kezdünk, ez tulajdonképpen lakitelek központi területének egy középső fontos szakasza. A Széchenyi körúton több mint 2 kilométer szakasz, illetve a Május 1 út és az Árpád utca kerülnek felújításra. Ezek mind fontos stratégiai útvonalak lakiteleken. Ezeket az utakat évtizedeken keresztül csak lokálisan, kisebb szakaszokon vagy foltokban kátyúzással tudták kijavítani. A község ütőereinek számító utak felújítására 336 millió forintot kapott lakitelek. A Széchenyi körúton nagyon sok intézmény van, óvoda, iskola, közértek, van körforgalom, vannak egyéb boltok. Ezen keresztül tudjuk megközelíteni a piacot és a piac területét, illetve onnan tudunk a községből lekanyarodni a tűserdőbe, ami szintén egy nagyon fontos része lakiteleknek. Úgyhogy ez a Széchenyi körút, a többi azért pedig inkább lakóházakkal övezett, de például a Béke úton keresztül tudjuk megközelíteni a katolikus templomot, a református templomot. És hát sok-sok lakóházat, tehát sok-sok lakos örömére is történik ez a felújítás. A Béke utca új burkolatán jelenleg már a Széchenyi körút és a Rákóczi utca között élvezhetik a községben élők a gördülékeny közlekedést, azonban a forgalomkorlátozási közlekedési szabályokra érdemes figyelni. A történelmi léptékű útfelújítás várhatóan 3 hónapig tart a településen. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Megalakult az országgyűlés hétfőn. Dr. Szeberényi Gyula Tamás az első parlamenti ciklusát megkezdő országgyűlési képviselő a gazdasági és a költségvetési bizottságok munkájában vesz részt. Dr. Salac László országgyűlési képviselőt pedig a törvényalkotási bizottság alelnökévé választották. Matematikával folytatódott az érettségi, az írásbeli vizsgák Kecskeméten is rendben zajlottak. Országosan mintegy 69 ezeren középszinten, több mint 5 ezeren pedig emelt szinten vizsgáztak. Az országos felsőoktatási véradó versenyhez csatlakozva véradást szerveztek a Neumann János Egyetem kampuszán. Az életmentő segítségnyújtásra nagy számban jelentkeztek a hallgatók.
Folytatódik a Hunyadi Városi Közösségi Ház felújítása. A 80 négyzetméteres épületből egy több mint háromszor nagyobb komplexumot alakítanak ki, ami kulturális összejöveteleken túl akár egyházi eseményeknek is helyet adhat majd. A tervek szerint az épületkomplexum 2022 év végéig elkészül. A hétvégén lesz a 15. helyi termékünnep, Hungarikum Fesztivál és Citara ünnep Kecskemét főterén. Május 6-a és 8-a között a Városközpont megtelik hungarikumokkal, családi programokkal, hagyományőrző műsorokkal és helyi termékekkel. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon szép az estéjük, viszontlátásra!